Jogász és közgazdász szakemberek ingyenes tanácsadással várják az érdeklődőket Nyíregyházán is. A Magyar Nemzeti Banknak nincsenek területi szervei, ezért indította el a pénzügyi tanácsadó irodahálózatot még 2011-ben. Ezeket országosan évente 30-40 ezer ügyfél kereste meg eddig. Az irodákat most újabb két évre a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete működteti majd 9 megyeszékhelyen. Mindenki számára adott, hogy vagy megvan a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a szolgáltatást díjmentesen, ez nagyon fontos, hiszen ugye pénzügyi kérdés bárkinek az életében előfordulhat és elő is fordul, és nem csak azt a célt szolgálják ezek az irodák, hogy tanácsot adjanak, vagy tájékoztatást nyújtsanak, hiszen az egyik fő feladat, hogyha bármilyen kérdést szeretnénk, pénzügytárgyú kérdést megvitatni, tanácsot kérni esetleg, akkor itt lehetőség van, illetve az is feladat ezeknek az irodáknak, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztését segítsék. Az irodákban gazdálkodási tanácsadásban és pénzügyi kérdésekben is segítenek, panasz esetén pedig a megfelelő hatósághoz küldik az ügyfeleket. Ha pedig közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank felé érkezik a panasz, azt továbbítják, hogy szakszerűen és konkrétan legyenek megfogalmazva a problémák. Ezek mellett akár különböző formanyomtatványokért is felkereshetik az irodákat, ahol segítenek is azok kitöltésében. A nyíregyházi iroda már 3 éve működik, évről évre egyre nagyobb ügyfélforgalommal. A pénzügyi szolgáltatókkal kötött szerződésekkel kapcsolatos ügyekbe, ebbe beletartozik a hitelintézetekkel, bankokkal, biztosítóintézetekkel kapcsolatos ügyek intézése, a pénztárak, önsegélyező pénztárak, takarékpénztárak, lakástakarékpénztárak, és hát egyéb pénzügyi dolgok, befektetési ügyletek, előtti tanácskérés, vagy pedig panasz, amelynek az ügyintézésében adunk segítséget. Megyei szinten minden hónapban 2 fogyasztóvédelmi témájú rendezvényt is szerveznek majd a helyi irodák, amelyeket egyébként személyesen, online és postai úton is felkereshetnek az ügyfelek. Ősztől pedig a tervek szerint újabb városokban nyitnak majd irodákat.